A most lezárult fejlesztéssel 1300 négyzetméterről 2000 négyzetméterre bővült az üzemcsarnok területe. A GINOP 50%-os támogatásával most induló projekt keretében infrastrukturális és technológiai fejlesztéseket végeznek majd. Ez egy nagyon régi telephely, nagyon régi műegyipari szövetkezetnek a jogutódjaként tudtunk fejleszteni, valamint az 1970-es években indult itt a műegyipari gyártás, és hát egy ilyen 4-5 évvel ezelőttig körülbelül abban az állapotban is volt ez a telephely, mint ahogy 1970-es éven megépítették. Egy rendkívül rossz állapotú, lelakott gyártói tevékenység folyt itt. Már azt mondhatom, hogy megújult és bővített infrastruktúrával, új gépekkel, új technológiákkal tudunk. Azt hiszem, hogy már egy minden igényt kielégítő műegyipari szereplőként a vevők rendelkezésére állni. Nagyon fontos lépés ez az SP Hungary ZRT életében, de még nagyobb lépés ezt a vertikál csoport életében, ahol abban hiszünk, hogy olyan modulokat kell építenünk, megvalósítanunk, melyeknek az integrációjával komplex feltellátására leszünk és vagyunk képesek. A megváltozott jogszabályi környezet, amiben azt mondja a jogalkotó, hogy koncesziós eljárásban visszaviszi a hulladékgazdálkodást a piac oldalára, ezzel alapvetően minden tényezőt változtatni fog, nem csak a hulladékbegyűjtőket érinti ez, hanem érinti a hulladékhasznosítókat, és érinti a gyártókat, érinti a felhasználókat. Tehát én azt hiszem, hogy akkor, amikor körforgalmi gazdálkodás és gazdaságot keresünk, akkor valójában a gyártói sorban kell ezt kezdenünk, és a gyártók modulárosában lehet ezeket a folyamatokat végigvinni. Legfontosabb a jövőt illetően a fejlesztés, az integráció és az ipar 4.0 alkalmazásával olyan technológiai fejlesztések bevezetése, amely képes és alkalmas a hatékonyságot növelni és a környezetterhelést csökkenteni. Süli János országgyűlési képviselő, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, hogy az új atomerőmű építése mellett a térség fejlesztése is fontos. Élhetővé kell tenni a régiót, és meg kell állítani Tolna és Baranya megyéből az elvándorlást. Hogy nekünk az a fontos célkitűzésünk, hogy ebben az atomerőmek, amikor elkezdtük eleve a beruházással kapcsolatos döntések végrehajtását, hisz az egy bonyolult, hosszú engedélyezési folyamat, akkor is kimondtuk, hogy mi nem csak atomerőmet akarunk a régióba építeni, és majd megint zömében egy munkahelyes, egy nagy termelési értéket képviselő cég legyen a régióban, hanem azt is kimondtuk, hogy térségfejlesztéssel is akarunk foglalkozni. Mindjárt meg is alakítottuk a Paksi Ipari Park térségfejlesztési non-profit projektet, és utána azzal is létrehoztuk a Közép-Dunamenti Kiemelt Térségfejlesztési Tanácsot is, aminek szintén az a dolga, hogy ide plusz forrásokat vonjunk be, és más üzemek is épüljenek, ne csak Paks beszállító és Pakson dolgozó járjanak jó, hanem a vidék népességét úgy tudjuk megtartani, ha közelbe kell munkahelyre járni, azon a munkahelyben járásnak a feltételei jó utakon történjenek, tehát összetett kérdéseket szeretnénk megoldani, de azt gondolom, ebbe haladunk. 2016 óta a Dombóvári és a Bonyhádi járás vállalkozásaihoz csaknem 9 milliárd forint forrás érkezett a GINOP-ból, így Tolna megyében, Paks mellett ennek a térségnek a gazdasága fejlődik a legdinamikusabban. Hogy az elmúlt 12 év gazdaságpolitikájára gondolunk vissza, és a megtett útra, azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy óriásit léptünk előre, óriásit lépett előre Magyarország, óriási nagyot lépett előre a Kárpát-medence és Közép-Európa térsége is, benne akár Horvátországgal is. Erre mindannyian büszkék lehetünk. Csak néhány számot hadd említsek. Az utolsó szocialista kormány teljes évében a gazdaság 6,9, tehát közel 7%-kal esett vissza. Tavaly a 2021-es évben 7,1%-kal bővült a magyar gazdaság. Ezzel nemhogy élmezőnybe kerültünk Európában, hanem dobogos helyezést értünk el, mégpedig ezüstérmesek lettünk a lengyelek mögött, de úgy gondolom, hogy méltán lehetünk erre büszkék.
A főként műanyagtermékeket gyártó cég most elkészült csarnoka 680 millió forintos beruházásból valósulhatott meg, melynek építését a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program 307 millió forinttal támogatta. A több telephelyen 150 embert foglalkoztató vállalat a dombóvári üzem 60 fős létszámát 35-tel növeli.